Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket. Mai játékunk folytatjuk a Chain It Together-t. Annyi történik változás, ugye a music volumot off-oljuk, ugyanis a játék összes apró zene hangja konkrétan copyrightos, aminek köszönhetően folyamatosan droppol az OBS. Nice. Már megint. Reméljük mindjárt helyre áll. Na, most, hogy minden helyre állt, így nyomozhatjuk is tovább. Ugyebár múltkori résznél rájöttünk, hogy ha lehúzzuk a Resolution Scale-t, akkor ultra minőségen tudjuk nyomatni. Ugye mondva vagyok, hogy folytassuk is. Még hozzá. Mi vagyunk alacsonyabban. Mindegy, szerintem az kell nekünk. És ugyanúgy beginneren vagyunk, vissza tudunk teleportálni igény esetén. A játéknak ez még nagyon az eleje. Úgyhogy ez itt tök jó. Köszönöm. Ott a karakterünk, nyomassuk. Most nem tudom, mennyire lesz unalmas a... megoldás nélkül, amit ugyebár a... zenék hiánya fog okozni, de nem baj. Ugyebár ez a checkpointunk, és akkor erre fele kell mennünk, azt mondja, nem tudom, mik ezek a droppok már megint. Lejjebb jöttünk. Van egy folyamatos zúgásunk, amit szintén nem tudok hova tenni. Ja, valószínűleg a vizet halljuk, azt. Igen, mert így balról jön. Akkor messze neked irányított hang. Hát arra milyen betegségek vannak. Ó, ott jöttünk föl. Az nice. Jó, hát ebből is látszik, egyre följebb és följebb megyünk. Akkor majd ha amúgy végigvittük a játékot és nem lesz mind a 10 szárny, akkor majd végigvisszük megint. Kifejezetten a szárnyakat keresve. Vagy... életes. Ilyen szépen is végigugrottunk már. Ez éppen, hogy meglett. Ugyebár az előző részben is láthattuk, ha valaki lepottya, azokat szimbolizálja ez, hogy akkor ilyen szépen ott vannak. Már egy ide át tudtunk ugrani. Mert onnan nagyon random, vagy ki a semmibe ugrottál volna, vagy oda a sziklára. Úgy lényegem, az a szikla is egy útvonal, de... szerintem ott már jártunk. Sőt, biztos, hogy jártunk. Így ott visszaugrottál volna. Jó. Így is jó. Ja, hát ott van föl a... az a vékony fa. Azon jöttünk, szóval nem akarunk oda megint ugrani. Ott egy jó kis koponyák föl vannak festve, fűzve. Tanuljunk meg magyar nyelv. Oké, és ott a checkpoint, ahol jöttünk, akkor most vagyunk a tetején a... jó nagy kör után a... maze-nek, ugyebár a vízi labirintusnak. És akkor arra el. Érdekes, közben nézelődök, azért hátra találunk valami jópofa szárnyacskát valahol. Ja, igen, ott jöttünk ki, és ott mentünk le, és akkor úgy jöttünk körbe. Nice!
Ja, hát ide csak át kellett sétálni a Simaliba. Ugyebár kíváncsi leszek, mert ma bűnöztem egy kicsit, és tovább néztem valakinek a videóját, aminek köszönhetően kicsit tovább láttam ezen a részen. Kíváncsi leszek, hogy azt a részt, ahova ők voltak, hogy kell megcsinálni itt. Ugyanis ők párba nyomták, aminek köszönhetően a két láncot össze lehet, összekötését használni kell, és akkor azzal le kell csúszni. Mert ezeken könnyű átugrálni, ezek meg csak elszédítenek, meg forognak. Úgyhogy Simaliba, meg is érkeztünk a metróállomásra. Kérem, vigyázzanak, az ajtók zárodnak, Calvin tér következik. Valamit valamiért. Akkor folytassuk az utunkat. Onnan jöttünk. Balra megyünk. Hogy irány a Calvin tér. Ide le. Holdem is szerencsére nincs. Az érdekesen néz ki ez az építmény. Mi szeretne az lenni vajon? Hogy jutunk, kiderül. Lehetünk akciós üdítőket. Hát közelebb nem tudom hozni, de mászni jó. És akkor erre tovább. Ezeket könnyű átugrani. Mondom ezt úgy, hogy mindjárt leesek. Ott el van metrószerelvény. Jó, ti hogy jöttök? Egyik hosszabb. Oké, átjöttünk. És itt látható a 11-es utcai állomás. Felső város. Brooklyn. Nice. 6 of the NG across the Hotel Avenue. Ebben a 6-os sugárúton keresztül megy. Nice. Hát akkor... szerintem... ott megfagyott a világ. Sokkal a metró szerelvényekkel. Úgyhogy erre menjünk is tovább. Csak hogy Nice Nice legyen. És szerintem mindjárt hozok egy Xbox kontrollert, és megnézzük, hogy mit csinál vele a játék. Ezen az oszlopon meg tudunk állni. El tudunk menni oda. Na nézzük. Controller connect, közben az egeret arrább löptem. Controller bekapcs. Oké, na, és hogy nem kezdve meg is van mindenünk. Ballal mozgunk, jobban nézelődünk, sprint és jump. Ez az egy gomb kell nekünk. Úgyhogy nézzünk el is ebből a lendülettel ide. Lehet, hogy ez kontrollerem tök vagány. De ez volt jó nekünk, hogy ide le tudtuk jönni. Ott van ugró, ide föl. De akkor ide korábban vissza tudtunk volna jönni, nem minden, mi van arra. Valamiért oda le lehet menni, de az nekünk miért jó? Így. Itt vagyunk lent. És itt semmi. Kukucs. Semmi. Vagy meg
aktivatják a játékost, és lehívják ide. A semmiért. Tehát becsuklottam, ugye? Na, hát akkor négyszer. Voltunk kirándulni a metróállomástól. Értelme nem sok volt. Wow! Úgy szép egy ugrás. Csak mert nem látok sehol szárnyikát, amit fölvár. És ahogy gondolom, arról nem tudunk oda felugrani. Ellenben onnan le tudunk majd ide esni. Jó, mit lát meg személyem? Ott egy szárny. A downtown mell. Cool. Jó, hát menjünk akkor tovább az állomás fele. Oda, oda. És már erre tovább. Fölmászunk erre a keresztvasra. Egyébként nagyon hasonlít arra, mint egy Japánban hírhet ilyen fa. Gyorsan akartam kimondani a nevét, úgyhogy ez most nem fog eszembe jutni. Mindenesetre adok csak sima vasakot, hogy tartó gerendát, de arra nagyon hasonlít. Igen, és akkor tudunk sprintelni, és meg is érkeztünk az állomást, egy akadás közepette. Eljött ide egy kis cike. Azt beszélő a tag. Oké. Tudunk válaszolni? Az korrekt. They've made significant progress. Make sure not a single subway is operational. We must not hand them freedom on a silver platter. At your command, chief. I'll make sure all the subways remain out of service. Right away. Okay. Azért nincsen, mit szem. Nagyjából nem értettem semmit abból, amit csipom. Vannak ilyen metró megállók kijeledve. Lift experience. Oh, van wifi. Nice. Check your wireless device, you can now connect. Oké. Okay. Vegyük csak elő a telefonunkat. Hogy sütik. Jó, nézzük körbe azért erre is. Közben ott oda a kocsi fel van borulva, illetve áram neon hangeffekteket hallunk. Bár hogy melyik lámpa zúgat, nem tudom, mert is nyoma azóta annak, hogy az ott villognak. Arra van a Grand Base Station, South Loop West Side fele megy. Crimson Ever Legends terve. Oké. Ez is megvan. Erre nem tudunk felugrani. Ez a kocsi nem mászható, azt mondja. Erre meg a 14-es. Ez a fele van, és arra fel tudunk menni. Miért? Erre fele kell menni? Négyszer, négyszer. De akkor mi van le? Semmi. Semmi olyan, amit be tudnánk gyűjteni. Oké. Okay. Jó. Folyton a előző át. Elblatjuk fogunk. Arra. Már leugrottam. Lesétáltam egész konkrétan. Erre tovább. Akkor vannak ilyen oszlopok. Az oszlopokon vicces lesz ugrálni. Nem gyere be kategória nekem. Majdnem leestünk. Ebből is látszik, hogy szögletes oszlopok. Közben azt a fát nagyon, ha nagyon benőtte azt a metrót, nagyjából azt tartja. Ja. Egyszer. Lehet, hogy a grafikán lejjebb kéne venni, mert vannak dropjaink. Kicsit zavaró. Droppol az FPS szám. Azt az ultrát akkor high-ra lepakolásszuk.
sokkosa lesz csúnya szerintem. Állva settings. Egy. És a... Ó. Simán ez. Ja. És lőttük magunkat, szokást FPS droppal megint. A helyet kapcsolatán a motor, vagy csak a Windows, mert ma frissített pont egy Nvidia driver arra hivatkozva, hogy hú, a játék elvis köztük a Chain Together, ugyebár kapott update-et. Azokon a kocsikon végig lehet szalad? Van értem? Ott meg megy a Emergency, stop, ahead, passengers, extra, delays, emergency, stop, ok, TCA, na, ad kiebb azt a kamerát nekem. Servicing Northwood and Dover Mainland CCA. Oda megzoomol, bent különböző reklámok szinten csak. Some might say 30,000 text a month is crazy, we like crazy. Oké, hát relatív egy olyan telefont meg szolgáltatást hirdet, aminél 30,000 üzenetet küldenek le egy hónapot, és szeretünk örültek lenni. És akkor a nemzeti együttműködési hát telefonszolgáltatás calling plan, ha minden igaz, $29 korlátlanban. Akkor itt a báze, minden play here, egy győztesek. Itt vannak a fees, üdítő, maximize 50% visszatérítéssel vennek, most gondolom adózó program. Látunk ilyen rendit mepet, ugyebár az útvonal. Igen, a győztesek itt vannak kategória. De hogy minek, az jó kérdés, mert megint csak nincs itt semmi. Akkor csak úgy random körbe lehetett nézelődni. Még azt se látom értelmét, hogy valamiért lejjebb ugorjunk, hogy esetleg arra van valami, mert nincs. Szóval bejöttünk a susnyásba már megint. De nem baj. Tudom, ki ugrat, és ez úgy csak úgy. Ott felmászunk erre a csőre. Onnan le is sétálok avval a lendülettel. Azokat halljuk ezzelre pörögni. Erre fele semmi, viszont igen, abban a sarokban ott a Subway alatt láttuk egy jó képességű szárnyikát, úgyhogy ezt fel is vehetjük. Az lett nekünk a második, ha minden igaz. Szépen ilyen lassan is tudunk pötymörögni. Nyilván ez a kontroller előnye, meg az, hogy ilyen baromira elugrottunk a transzba. Hatalmas jazzelést láthatunk. Jó, kicsit bátrabbak legyünk már. Azt nézem, hogy igen, oda át tudunk ülni. Legbiztosabb útvonalat keressük. Errefele. Szépen elkocorászunk ide. Csahom a szárnyacska, ezt jól láttuk lentről. Kint meg közben amúgy dörög és villámlik, szóval ilyenkor tudok annak örülni, hogy laptopokon megy a felvétel, mert általán az lesz, mint dél környékén volt az első divatarma. Akkor volt egy pillanat nyáramszünet. Két laptop csak villant egyet, hogy hát pástja idő van. Megvan a második szány, király. Volt, hogy akuról megyünk most. Meg vissza is jött az áram. Csömeim számítógépei meg tévék leálltak, hogy akkor most nem hajlandók áram nélkül működni valamiért. Tehát majdnem túlugrottam, ügyes vagyok. Oké. Okay. Merre?
szépen elrohan. És lesz. Elkezd unlock, kezdjük az újraugrálás. Most maradok kontrollerre, nem érdekel, ha többször is leesek. Meg akarom kapni meg itt az irányítást. Csomó ismerősen van, akik tök jól játszanak kontrollerrel, és mondhatják, a tudása gyakorlatra teszi a mester kategória, de simán meg lehet azt szerintem tanulni, hogy hogy kéne játszani arral. Csak hát ahhoz kilek kellenek, amik billentyűzetegeres múltamra való tekintettel a kirka 30 évnyi PC játék. Sosem gondoloztam nagyon, bár most felnőttként már van pár, de amúgy nem volt. Csak egy Nintendo-nk, aminek minden csak nem analógos irányításról híres. Átértünk. Itt most ilyenkor nehéz eldönteni, hogy... Nehéz eldönteni, a fülesen ki áthallottam, hogy dörög az ég olyan szépen, hogy tüdőn beleremen. Hát nem baj. Jó az az időjárás, most az ember el van egy két szabadságon ilyenkor. Persze ilyenkor Murphy törvény, hogy ilyenkor esik az eső. Majdnem leestem. Yes. Még följön. Vagy itt már jártunk felől. Ja, hogy megszivattam magam és a nehezebb útvonalon jöttem. Oké. Okay. Ah, ott egy ilyen ventilátoros, ilyen kis hordócska. Az mondom, hogy nem tudunk de valamerre rövidíteni, esetleg elugrani. Lehet, hogy el tudnánk. De most nyuszi vagyok, nem ugrok. Le kéne gyűjteni azt a mémet a nyuszi vagy McFlyt régi visszajövőgéből. Én majdnem beestem. Ezt a neked megfontolt csön. Oké. Okay. Sima liba. Ugyebár nem egy hátrány egyébként, ha a kontroller jó állapotban van és az analógok nem driftelnek. Hogy tényleg gyakorlással szerintem rá lehet szokni a kontrolleres irányításra. Vannak dolgok, amik adják magukat kontrollerrel. Mint például ez a külső nézetes. Ettől függetlenül precíz és pontosabb kiviteledés nem megy nekem kontrollerrel. Jó. Akkor jöhet megint csak a jump key és tartsam nyomva. Oké. Okay. Na repüljünk. Hova megyünk? Oké. Okay. Még majdnem a kijutottál, még nem ünnepelünk. Előtte a csótányokat. Hát gondolom ide jövünk. Akkor itt majd off. Hm? Jó. És akkor itt megyünk fölfele. Mitce-mitce. Az előtt despawnolt innen. De jó, hogy ez megforog. Kezdők szerencsével egyből át is ugrottam. Oké. Okay. Hatalmas szellődők ugrálunk. Ja. Ide át. És simaliba is. Hát odaföl nem hinném, hanem oda szembe.
Még egy? Mi volt ez a hangjegy? Hát szerintem van, lesz fenn valami játékos szerint. És lesz? Ja, hát ezen át kéne jutni. Ebből a lendülettel esek le, és ilyenkor nincsen irányítás, úgyhogy zugunk. Na, jön az a megoldás. Nem csak én estem le, hogy hallom. Oké, meglett. Sima liba. És akkor megyünk be ebbe a kockába, ami egyes helyeketben nőtt a csomó. Ez milyen ugrás volt, bástya? De tényleg. Ne, innen jövünk! Oké. Okay. Érted, és akkor itt egy ilyen normál ugrást teszek el. Na nem baj. Mi kedve? Hang alapján próbálom kitalálni. Így látszólag semmi. De nagyon ilyen kések pengéknek tűnik. A szeletelő mágusok. Közben itt az Isten ránk virít a fényével. Oké. Okay. Ez együtt vicces lehet. Bomb. Bomb. Igen. És ki is nyílik a kapu. Az ide be is spawnolt elénk. Köszi! Ó, te így jössz. Oké. Okay. Ugorjunk át ide, hogy mi van itt. Nagy krumpli, semmi konkrétan. És vissza meg nem tudunk tenni. Ha-ha-ha! Te kis vicces játékos. Oké. Okay. Hol vagyunk? Hogy kerültünk ide? Oké. Azon végigjöttünk. Azon felugráltunk, akkor ezek szerint ide úgy jött egy út, hogy ez az ilyen megjelent. Ó. És akkor ő úgy döntött, hogy mivel... Aha. Itt is van. Oké, hát ezen kellett végigugrálni akkor ezek szerint, és akkor is szépen megjelent nekünk úgy közben. De nem baj. Itt vagyunk fönt, hurra. Ugye akkor menjünk erre tovább. Gyorsabban nem lehet már. De okosabban igen. Arra fölfelek is csalóka, mert arra semmi nincs. És szépen át is jövünk simaliba módon, köszönöm. Oké. Okay. Föl. Szépen kikerült a tüskét. Ó! Oh. Van ilyen kocsi, ami oda-vissza gyorsulnak a metró. Oké. Okay. Látni. Azt hittem, hogy nem lesz elég időm kártérni, ettől függetlenül kockáztattam. Tehát valamit valamiért. Hát elég korrekt irányítása van egyébként a kontrolleresnek, úgyhogy... ...csevvel gond. Jó, megölnek. Oké. Okay. Oké. Okay. Plac. Nem, hogy csak megölnek, hanem egyből kivisznek a tafikából. Az, hogy átestünk a mindenen, az jelenti azt, hogy hát figyelni kellett volna.
Na? Maliba átjönni. Elmúgyadom metró. Odaestük be. Ugyaned van a túloldalt is valószínűleg? Abba. Ja. Jó, mehetünk itt fölfelé, itt a mennyei lépcső. Karakterünk ki van tesítve. Na itt nem töröd ki a csuklódat a kontrollerrel, hogyha balra forogsz, mert folyamatosan tud balra kanyarodni. Hát, fölül semmi, akkor menjünk be. Karakter ugyat nem akarunk beugrani, ahogy. Ja, az ott csak szemét. Oké. Azt néztem, hogy mi van ott, hát összegyűrt. Mondhatni kólás üveg. Egyebek. Akkor menjünk erre tovább. Jump. És liftedő. Mennyivel nagyobb ez a lift, mihe? Ilyenkor érezhetjük, hogy icipicik vagyunk. Karakterünk meg nem tudja a világát, mit csinálja. Lennélek bármi iszkereget, hogy van-e, de nincs. Oké, nem feltétlenül van kitalálva a karakter erre a mozgás kultúrára. Ebben dumál valamit a dereg, majd feliratod, ha kedvem lesz amúgy. The city. Elértük a várost. Oké. Hol itt vagyunk egy városban. Így igazat nyertek a laposföld hívők, mert a széléről le tudsz esni. Oké. Ott zuhan valaki. Neki nem sikerült. Nekünk meg erre a semmi van. Agregátor. Oké. Neki futunk. And jump! Nem sikerült. Oké van. Ez most direkt van így kitalálva? Hogy mi itt vagyunk? Vagy csak tök véletlen maradtam fönt, akkor le kellett volna esni függetett, hogy ide vannak rakva dolgok. Mert lifteket ott nem látok, amik mozognának. Ellenben viszont látok ott egy fát, ami a följebb menne, a többi. Na mindjárt kiderül, mi lesz ott. Ha beragadtál, nyomd meg a közeli biztonságos helyre gombot, ha oda akarsz. Oké. És itt van a semmi. Oké. Jó, nézzük meg akkor valahogy elkezdtünk lokpontunk. Itt. Oké, hát abban az irányban nem tudunk elrepülni. Szerintem az is távol van tőlünk. Ja, hát én egyenesen nekifutottam és nem ugrottam át oda, de akkor legszerint ide kell felugrani erre a platformra. Elszédülés garantált. Oké. Valakinek a tetején kell ugrálgatni, és jelentem több mint egy kilométer magasan vagyunk. 1100.
30 méter fölött. Már most ez gombócból is rengeteg, hát meg én ne lehet. De nem szeretem ezt a forgóförgőt. Nekünk a lényeg fölfele menni, úgyhogy... Fordítást halljuk ederrel, de látni nem láttuk, hogy ki a... Na, akkor próbáljuk újra ezt a sétafikálást, mert... De majdnem összejött. Majdnem nem van a hangsúly. Az első 5 méteren belül ledobtam. Ez szép volt, Bástya. Akkor most ebből a lendülettel feladtam a kontrolleres játék lehetőséget ezen a szakaszon, és megpróbálkozunk nem leesni, nem? És megpróbálok billentyűzettel, segérrel átjutni ezen a cikon, mert annyira nem bonyolult. Olyan szinten nem bonyolult, hogy ebben végig tudtam sétálni rajta, szóval ebből is láthatjátok csodálatos skilljeimet, igen, megint kontrollerre váltottam, jobb fönnírja is. Bár a füled farkát! Halmozottan. Ugye ilyen, meg kell figyelni, hogy megyed, már nem úgy megy, mint eddig, hogy megy egy kicsit és megy vele kettőt idél, és mázni. Majdnem elszámoltam magam így is. Szóval, igen, a kontrolleres irányítás nagyon tanulja, hogy hogy működik. Annó mondták, hogy ha végigviszed a Halo 1-et, akkor jó lesz. Akkor majd megtanulod addigra a FPS nézetet, meg a kontrolleres irányítást. Hát, meg profileszel, meg megszokod. Jelentem, van első generációs Xbox klasszikon. Jelentem, megvan gyáriban a Halo hozzá. Jelentem, sose vittem még végig. Hogy... Ugye ebből is tudhatjátok, hogy nem mindenkinek jön be, főleg, hogy ugye már abból a korszakból van, amikor még a PS2 is nagy divat volt. Ez jól indul. Majdnem. Szóval... A PS2-nek is más az irányítása, az Xbox-nak is. A Switch szerencsére részemről egyébként tök szép arra a táj. Ha már ki tudnánk ugrani. És nézelődni a városba. Mit szemmit van. Meg elmenni a desertbe arra a francba. Meg határozottan beljebb vagyunk, mint a épület széle. Ja, majd akkor ebből is szórakozni, hogy a City-be elnézelődünk. De hogy amúgy ide is be lehet ütlen. Ne! Láthatatlan fal, kérem szépen. Akkor lehet, hogy a városba se tudnánk messzire jutni. El le van zárva. Na mindegy, a lényeg az, hogy ugyebár ennek köszönhetően se a PS2, se a Xbox kar nem áll nekem kézre. Az Xbox egy kicsit jobban kézre áll. De... Ennek a tetejére bedek föl tudom. Kukucs és láthatatlan fal bástyák. Oké. Okay. Akkor abban az irányban nincs semmi, szóval akkor valószínűleg ki se tudnánk menni a városba, a főútra. Ez itt egy élő live show-ba nyomatják, hogy itt lehet a jóló képességűeknek próbálkozni, azt egy az lefúj minket? Valószínűtem, hogy lefúj minket. Néztem volna a bástyát, ahogy zuhan, de csak a hangját hallottuk. Jó, hát át kellett eljutni arra. Aha, nem kicsit zuhanunk le tőle, hanem nagyon lezuhanunk tőle. 1154-en.
Egyébként van egy archívben. Mi arról szól, hogy ne légy balfasz. Szóval arról szól, hogy 1 óra 50 alatt vidd végig a játékot, ad a speedre. Most komolyan? Átmegyünk Assassin's Creed-be? Jaj! Maugrással is lehet. Jó egyébként, hogy tudunk oldaladni kontrollerrel és deforogni a kamera a jobb analógon van. Nincs túl bonyolítva szerencsére az irányítás. Oké. Okay. Jebár. Szépen mindig pötyörgünk. Nekem kontrolleren egyébként az ilyen külső nézetes irányítások, amivel nem FPS lövöldöző van. Meg illetve a Elás Gadofor meg társai. Ott is a nyilas belső nézet már ha Heróton van. Hogy nem megy. Jebár. Mindjárt ide. Übernice. Jelentem mindjárt 1200 méteren vagyunk. És itt ketyereg egy ilyen GCB. Lehet használni. Ó. Lehet emelni vele? Ó. Nincs semmitte. Kontrollálásra lett jobb egyébként az autójárú irányításra, de már most már látom, hogy miért lehet használni. És nincs elég power benne, hogy eltolja. Föl kell, hogy emeljük. És megadott helyre gondolom le kell rakni. Vagy nem. Ez jó kimászás volt a járműből, köszönöm. Szia! Hogy? Despawnolt a bástya. Aki másnak vermetás, maga essünk bele. Ugrottunk a tumó után. Oké. Okay. Szépen eljumpolunk. És ott is van a cucc. Azt már ő lejegyezte, hogy elvettük. Szóval ide vissza spawnolt. Azt hittem van egy felirat rajta. Tudod mi? Már lelök le. Még szalszod be. Mennyi! Légy szabad, mint a madár! És már itt van újra. Jó. Szóval. Ott egy helikopter bástya, avval egyből ki tudunk repülni. Valószínűleg lesz elég lónyál benne, hogy fölrepüljünk amennyekin. Nagyon filódok, hogy 570 méter körül volt az első checkpoint. És igencsak meg kellene már lennie a másodiknak. Gyakorlatilag nincs. Hát erre hogy kéne úgy átugrani, hogy jó legyen. Mondjuk így. Menjünk egy karikát. Ja.
És így. Ja. És vannak jóféle csövek. És úgy döntöttek a konténerek, hogy paranormális aktivitást mutatnak, mert elkezdenek forogni. Oké, nem nagyon hajlandó megakadni. Hang alapján valami nagyon próbál indítózni, de nem jön neki össze. Oké. Jump! Jump! Majdnem leestünk, jump! Úgy nem is vagyok benne biztos, hogy innen le tudnánk esni popra. Ott valamin fönnakadnánk szerintem. Nem zúgnánk le mindáig. Oda. Oda. És le. Próbáljuk újra. Meg újra. Meg újra. Azaz az épülettel mi lett? Lézer szemadag? Nyomott rajta egy követ, meg ott is? Vagy, vagy baromi gazdagok az van ott fenn nekik ilyen lehetőség nyomatni tördeszkázást. Jó, most megpróbáljuk kontrollerrel, mert kontrollerrel azt a füledet. Szóval WSAD billentyűzetről. Valószínűleg kevésbé leszek béna. Avval a lendülettel ugrottam mellé, szóval jár a várvelegetés. De miért nem vagy hajlandó ugrálni olyankor, amikor nyomom neked a space-t? Vagy, vagy mi? Ezt mondom, meg lesétál. Valószínűleg én basszom el, nem veszek észre egy olyan ritmus, amit nem úgy tudok, végig akarok futni. Ugye miként lehet. A konténeren nem is nagyon akar megapadni a karakter, hogy akkor bármit is csináljon vele. Nincs az, mint eddig, hogy eddig szépen oldalad, de mert ahhoz lassan forog, hogy és nem elég határodottak a délei, hogy oda-vissza lépkedj rajta. És oldalról meg nem hajlandó fölugrani, fölkapaszkodni, hiába nyomsz neki space-t a esésből, hogy másszon. Itt, hogy mászik. De most, 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 és nem kapaszkodik meg, meg nem hajlandó nagyot ugrani, beragad az ugrásba. Hiába nyomom a shiftet, meg ugrok ederrel, de nem hajlandó. Ezen mindjárt fölmegyünk, közben elkezdett kapart a torkom. Így már jobb. Nem nyert kis hangszórót, a sima. Nem. Val az jön, átugrunk. Az jön, ráugrunk. Az megy. És leeső. Az sem egy hátrány. Nem tudom, mit csinálok megint. Azon kívül, hogy balfaszkodom. Elvégbe simán egy lendületbe át kéne tudni menni. De a karakter önálló életet él, mikor a kibaszott konténerekhez hozzáér, ugyanis nem azt a fizikát nyomatja, mint amúgy szokott, szóval valószínűleg itt egy ilyen folyamatos eltolásban van részük, vagy nem tudom, mert se kapaszkodni nem hajlandó, sem ugrani. Az álló, mozgó, álló konténerekkel nincs baj. De a mozgó konténerekkel konkrétan nem akar interaktálni. Látszik, azon valahogy át fog kellene klippelni, pattogni úgy, hogy, hogy jó legyen.
Mondjuk így. Remélem ez fix pont akar le. Följebb jövő kedel 200 méteren vagyunk. Én a farong technó, és leesünk. Jó, szerencsére megad. Itt meg elzavar minket oldalra. Nem hajlandó balra futni a karakter, ő folyamatosan csúszik el. De egyébként balra folyamatosan ugrok, a lésnél balra a karakter, mert elhúzom arra az egész irányítást. Szarítem. Hogy holva kell menni? Oda kell látni. Jó. Ja, hogy nem kéne nézelődni, hanem csak futni egyenesen. Ó, mekkora krumpli vagy te? Nem baj. Te. Ugyanúgy leesek. Persze, most meg kilövi magát napműholdnak. Na jó. Hát szép volt, bástya. Tovább tart újra lódolni a játékot, mint amennyi idő alatt leesünk. Ez se nyer, és van szorod, de már egyel tovább jutottunk legalább. Egyébként ez a játék az, aminél lett a highest pointot használva. Mondhatni, nincs tétje a játéknak, és hagyom magam leütni onnan. Ügyes vagyok, szép és intelligens. De nem baj. Itt csak a kihívás van benne, hogy végigcsináld, de az nincsen, hogy folyamatosan újra meg újra meg kelljen csinálnod. Az, egy ilyen ponton esel le, akkor abban akkora gondod nincs. Nem tudom, hova gondoltam ugrani. Míg a olyannál, aminél ugyebár úgy-úgy. Látszik, toj-toj. És hogy csak nem is üres. Oké. Van egy létrán, meg van egy vas. A vasra föl lehet mászni. Föl lehet ugrani a másik felét. A létrán meg tudunk limben. Nice. Hogy térjek. Loop. Ehani. Nem. Rounded cube. Kettő akár. Ideben nem tudunk ugrani. Nem várva. És itt meddig tudunk elfutni. Toljuk magunk előtt az árnyékot. De ez körbe tud járni. Nice. Jó. Szóval valószínűleg ott adokon a forgó, akkor ninja. Király, találtunk egy hátsó útvonalat, vagy amúgy is erre kellett jönni. Ja. Akkor ez az a fő útvonal, nem baj. Jó az a pillanon. Errefele valami. Semmi csak szemét meg örös. Korsó. Valószínűleg az építőmunkások koklába vagyunk most. Akik észre se veszik, hogy meghaltak, hoppa egy szárny. Okay. Mert ugyanazt a robotot munkát végzik minden nap. És otthon nem történik velük sem. Adott egy itin. Víj! Egy tükörbe lerakott DNN. Akármi DNN. Oké. Okay. Eljutottunk egy Dark cellba. Oké. Okay. Örök igazság, hogy mindig csak egy irányba fordulva lehet.
rakó előbb-utóbb kijut. Aztán belül mindig balra mész. Érdekesen csillogod a graffiti. Oké. Tadá! Jutottunk. Jó nagy ládák. Konténerek. Majdnem leestem. Az a forgó morgó, azon elvileg tudunk mocorogni körbe. Abban nincs ilyen gond. És das is a helikopter. De azt hittem, hogy áttérben megpillantunk valami élő mozgást, hogy amúgy vannak, de ezek szerint nincsenek. Ez időnként lelezúgó pistikéken kívül semmi életforma, illetve ott egy város a háttérbe. Arra meg hegyek. Erre a nagy ijegységre, mondom, rágyújtok. Elment, úgyhogy ki kell válni erre, hogyan. Mondtam, hogy nem tudunk sétálni. Gondolom, oda kell mennünk. Ilyen vissza készüljünk. Oké. Megvan a jegyünk a túloldalra. Csak jobb a fák azok a belcsövek. Most vannak ilyen nagy ventilátorok. Másikra kell átugrani. Nice. Ez meg csak körbe forog itt kívül. Vagy valahol közelebben is leszek mondjuk ott. A lehető legtávolabb vagyunk tőle. Kösz. Kösz játék, kösz. Nem veszek észre. Azt nem mondta, hogy ez megugorható. De mondod! Szerintem hazudt. Vettem észre. Lehet, hogy egyet úgy ugrottam. Meg első ugrunk odáig túl hamar. Azok ott el vannak. Arról lehet, hogy a középső darúra kéne ráugrani. Mindegy. A középső darú is messze van. Nem látok utat föl. Úgy innen a másikra kell átugrani. Fázni. És akkor innen meg arra a platformra kéne ugrani, ott messze. Jó, hát akkor benéztem. Akkor nem a középső torony kell nekik, az ott balra. Mert ahhoz már elég közel lesz szerintem.
Pontosan. Ó, már megint. There you are. I'm taking a little nap because I had so much work. I don't think you're ready for what's coming next. Oh, I almost forgot. If you fall, try not to scream too loud. I wouldn't want to wake up my dream. Ne feles, elfelejtsd a mondani, hogy feles. Panic in the flames of hell. Oh, I love it. Jó pofáz a technika, tetszik. Már kevésbé, hogy patult ugrál körbe. És az még szivatósabb lenne, ha időre menne. Oké. Hát ez szivat. Oké. Nem sikoltottunk, úgyhogy jó. És itt nem tud a karakterünk fölsétálni. Dehogy nem tud. Akarni kell. Oké. Mindjárt szívtam a terelmet, és akkor jobban tudok koncentrálni a játékra is. Mert szabadabb lesz a kezem. Oké. Hivatsz, hogy oda? Oké. Így, meg is van. Most jön a golyódó verseny. Kettő van, ami kicsi, egy, ami nagy. Köztben nincs hely, mi? Az nice. Szépen át kell akkor ezek közt rohanni. Csak hogy jó legyen. Egészségetekre. Na nézd. Van megállási pont. Itt is. Hagyom magam lelökni. Vágod? Megint. Ügyes, szép és intelligens. Csak előre, mint a birka. Megáll. Megáll. És túl korán állok meg. Annyira nem értékelem ezt a térbeli dolgát itt a 2D kijelző napon. Ugye az már nice. De nem baj. Köszönjük. Oké. Oké. Itt meg dupla. Könnyű ezen átmenni, csak nem szabad kapkodni, amit egyszer kell csinálni. Hogy... Állítólag amúgy nem egy olyan nehéz játék, de az archivmentből már kiesett. 1 óra 50 perce megy a game time ő szerinte. Meg olyan szépen lepottyantam, ahogy illik. Ez tankig beillő volt. De szerencsére ide rakott valami. Olyan sokat tettünk. Ez szép volt. Jár a Nobel-csont érte. Ugyebár nem egy bonyolult ugrás, nem egy bonyolult irányítás, csak ugyebár most kontrolleren vagyok, aminek köszönhetően nekem ez nem annyira jön át. Így nagyon sok hardy faktor kell bele. Sok raklap cement. Jó szolgálatot tesz. Most ugorjunk oda be. Ó, mik azok a traktor? Traktor, dömperkereket kérem. Meg kell tanulnunk futni. Jó, és visszafelé is úgy megy, hogy hátrafele forog. Kire? Oké. Az nem mozog. Az még nem mozog. Akkor merre megy? Arra be. Igen.
Jaj, de kis trükkös. Ezt nekünk kell kinyitni. Oké. Már felkocogtunk, és azt tegyük le. Jó, most akkor érintettünk, hát Mary Poppins. Oké. Ez még annyira nem vészes. De a kerekes dolog már annyira nem tetszik. De körben átha van valami, föl tudjuk tenni. Mondjuk egy szárnyika. De nincs. Mostani részt egyébként addig tervezek eljutni, ameddig a következő nagy checkpointot elérjük. Függetlenül attól, hogy a játék egyébként ugyebár itt ment. És nem tudom oda. Az ennen a ponton, ahol most vagyunk, a kevét is abba hagyhatnám, de akarom. Na nézd, de fölrohadt oda. Hát, másikra, meg majd ilyen kis mágnes. Tehát nagyon. Na hát próbálkozunk meg vele. Igen, előre fel kell csak sétálnunk. Ennél egy kicsit gyorsabban valószínűleg. A sima futkározás kevés, vagy folyamatosan kéne lennie. És amire visszajön a kerék, nem tudok felugrani. De. Félfutunk. És előre fel áll, de egyszerű. Az egyszer egy sarat, a kerék hatszor egy. Téde le. Ez könnyű volt. És egy biztonságos pont, gondolom. Egy csomó sit. Akkor nekünk az adamot leesett. Ó. Király. Szóval ez felszedi a sittet. Ezáltal minket is. Majd ezt dob. Felszedsz megint? Föl hát. Majd. Átad ide, és ledob. Oké. Te. Hogy az te, aki elviszel ahova. Fölfele vissza, hát jók ezek a tüskés oszlopok. Te nem tudom. Milyen messzire jutottunk, oké? A kezdők szerencséje. Még csak most kezdődik a hívásom. Oké. Valódi rémálom jön. El is értük ezt a pontot. Over the buildings, túl az épületeken. Ilyen ideig fölhozott, és hát arra felel jó sok szépség van. Oké. Ez a maja. Más kicsit. Jó. Hát lehet, hogy csak hamar jelentettem, és ott az a népületbe találnánk egy tárnyacskát, de mondtam, hogy csak úgy random nem fogjuk megtalálni őket. Akkor simán a következő végig játszás már rámegyünk. Oké. El is sikerült arra feleként mennünk. El is megvan. Kicsit közelebb van. Egy kicsit távolabb. Így ha jobban nyomod a kontrollert, messzebbre ugye. Jó, felmegyünk az épületen. Közben egy tirolisták ezzelrel kapatlatják a dolgot, a klímának a ugye halljuk, hogy a légcserélő megy az egyik. Így úgy tűnik, hogy a forogna a venti, de amúgy nem. Csak simán benéz. Angolapján madognia kéne, mind nekünk le a francba. Oké.
szóval akkor újra. Hát ez nem, mert egyszer átmentünk, hogy nem örülök meg, hogy túladat nem safe location megmutolta. És pont ez az, amit az ember akaratlanul elkövet ilyenkor, kapod. Kapodás eredménye ledugsz a francot. Ja, ahogy mondta, a kezdők szerencséje elsőre sikerült átmenni. Így most másodszorra nem. Oké. Okay. Csak most kezdődik az igazi rémálom, ahogy mondta. Egy kicsit, egy teljeset. Megint egy kicsit, és felsétálunk. És talán rájövünk, hogy itt nincs lépcső. Hogy elsőre bele is futottuk ebbe a lépcsőtlenségbe. Oké. Okay. Majd ide föl, és ott is van egy píszi. Nem a bástya. Van ott korona, boom, minden. Csomó napelem. Jól összetakolsuk őket. Erre ráugodunk. Semmi. Véd, poliszfer. Oké. Okay. A játék egyébként a menüjébe írja, hogy milyen dolgokat is használ. Hiszem. Ja nem, egy másik játék, várja, kevertem. Akkor tudjuk, a tetteket használ. Tehát a magyar feltételezéssel lopottak. Már megint az a körbe futóztam. Ez de csak úgy látványos, amikor előtt használhatatlan bármi értelmet tudni. King Brunks, ott van egy. Olyan. És jó fajta antennát, hogy így elbír minket. Ott van egy gyárt, lehet ideugrani. Viszont a létra nem létra, ez egy kamu leader, vagy ladder, a lényeg létra. Biztam benne, hogy esetleg van értelme, de itt erre fele kell menni. A kettő össze dolgozott és leküldött középen. Cool! Visszafordunk és sprintelünk ezerre, a Sonicot tennénk, és wow! Itt van nyilacska abba az irányba, hogy erre menjél, Chrome Street for Life. Mögött a hogy jelzi, hogy balra kell elmennünk, de nem neki. Petition! Már 4 megvan a 10-ből, nagyon megyünk fel a szárnyak tekintetében. Megérte körbenélni, de ezt valamiért úgy érdem egyébként, hogy nem lesz az összes. Oké. Fölfut. Kíváncsi vagyok, hány ilyen lépcsőfok vagy lépre lesz. Nem hajlandó a karakter nagyon kocorogni ezen a lép építményen, ami megyünk, mert furra nyomunk. Lehet az ilyen töcsmörkés tolat. Följött ide. Kizárásos alapon arra fele kéne menni, hogy adott följebb lökjön minket. Mert egy célunk van a játékban, ami mellékesen hozza magával azt, hogy kijutunk innen, az az, hogy fölfele megyünk. És 1408 méteren vagyunk. Nyilván, ha még emlékeztek, az előző részben mondtam, hogy abból kiindulva hány méter a első checkpointunk, az alapján cirkén 1500 méter lehet a végjáték. Tehát kiindulva ebből, ahogy most állunk, hogy az első 500 pár méteren volt, talán 570, rokkult hülyeséget nem elfelejtettem, az úgy night, és majd időre megy. És van timerünk alul. És ezt a részt szerintem némítani fogom, ugyanis egy hasonló rész volt,
ami előző ilyenben volt, és simán copyright claimre vágta a rendszer, de mivel nagyon sokszor fordult elő, hogy egy ilyen hangot keresett, így inkább nem némítottam le, hagytam úgy, ha netalántán a jövőben jönne belőle bevétel, akkor azt fogtuk. Most viszont át fogok váltani kontrollerről, nem a rugdás valamiért túllövöm, csak nem tudom miért. Tavval a lendülettel túlmutatom. Egyébként a játék menüjében, a játék is itt adja az irányítást, music le van véve. Szóval shit, tudom mondani. Simalébb átugrálni. Mondtam, kontroller helyett a billentyűzet a geres irányítás nálam sajnos kipőből jobban megy. Tudom megbeszélni. Csak egy betűvel. És akkor most hova? Erről adja magát, hogy ugorjak át a más épület tetejére, de az mi pörög ott? Oké. Bronx. Bronx again. Oké. Följutottunk ide. Létre továbbra is a hadugság. Még a portálokban a süti volt a torta a hadugság. Itt a létre. The ladder is light. Meg akartam nézni, mi van a túloldalán a csomónak, de nem sikerült. Na hát akkor most jön ez itt. Épp óvatosan. Ahogy illik. Elgyorsulgatunk. Oké. Adja magát, hogy menjünk el jobbra. Viszont arra is kerülhet valamiért. Épp hozzá. Nincs szárnyacska, úgyhogy nem tudom. Oké, ott itt baromi nagy gázpalack vagy ugró festékszukrónak a fölnagyított doboda van. Abból kiindul, hogy mekkora ott mellett egy targoncagáz, illetve mekkora egy ilyen panna. Simán túlméretesek lettek a dolgok. Hogy éppen elblattyigázzuk ebbe az irányba. Na ez az, amit a billentyűzetről nem tudtam csinálni, hogy ilyen szép pacolod jelőre. Cserébe a kameraforgatás itt most jobbra-balra adott, de valamilyen egér billentyűtől precízebben tudok utána. Na mindegy. Akkor kérdés, hogy hide. Lát, lát. Oké. Okay. Aha. Szóval itt meg kéne tanulnunk az utat, hogy hogy jutunk át oda. Ez itt korrekt. Nem tudunk ide rádobni egy... Tumor. Akkor memorizáljuk le azt, hogy elmegy. Tehát ilyenkor kéne kidobni ezt egy másod kijelzőre, és akkor láthatnánk a képet. Hű, te! Szóval, ha elmegyünk a szikla mellett, itt balra, két szikla között, majd elmegyünk túl a tányéros antennán, majd balra, fánál jobbra, majd a fán túl megkerüljük a fán. Istenem, visszajövünk a tányéres antenna mellett, istenem, akár még át is jumpolhatunk. Jó, hát amilyen lyukas aranyha a memóriám van, ezt simán elfelejtem addigra, hogy ja. Lassz, ja, hogy ebbe az irányba tudunk menni. Akkor utána
nem be az irányba tud. És mint mondtam, már el is felejtettem. Szóval... part lerakjuk. Ebbe az irányba eljövünk. Ebbe az irányba jövünk be. De miért? Mit felejtettem el azon a részén? Hát azt meg kell kerülni, nem? Nem mentem túl a dombén. Miért estem le? Ide jöjjünk be. Kettő között. Ide jöjjünk el. Kettő. Ide jöjjünk el. A kettő. Oda menjünk el. És leesünk. Ja, hogy túl kell mennünk akkor a fán. Oké. Okay. Túl a fán. Túl az operenc. Túl a mindenem. Oké, okay, arra. A fát megkerüljük, eljövünk a mellett. Utána ezt megkerülve. Eljövünk túl. A fán. Ha túl megyünk a fán, akkor túl lesz menve a fán. Bele fán. Túl a fán. Túl a fán. Túl a fán. Elmegyünk a fa mellett. Túl a tumon. És nem ugrottam gyorsat, lala. Ja, a végét elfelejtettem, hogy az ott fa melyik irányába kéne állni. Hogy... fán túl. Oké. Okay. Ja. Az csodás ugrás volt szerintem. Tankönyvbe illően tanítani kellett. Megint a kapkodásra szavaztam. Pedig adja magát. Erre fele. Megkerüljük azt. Lát. És túl a sziklán egyébként, és hova a bánatba esik? Hol vagy? Hova viszont? Nincs képes vagyok erről is simán lesétálni. Hol vagy? Ja, visszajutottunk ide, jó? Ha nem kellett restartolnunk innen, hanem csak simán újra próbáljuk. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Látni volt akkor, hogy mi a helyre esik le.
erre fele. Erre fele. És ez mellett tegyük el. És nem. Az előtt tegyük el. Szóval ezt addig is rakták ide, hogy kevesebb szerint hívjen az ember azzal, hogy hogy van a vége. De amikor ilyen hülye is leesik, akkor van már nem tudunk kezdeni. Szóval... Igen, ezáltal nem kell állandóan restartolni. Közelebb van a... Ott, bár látszólag a kitöltik egyébként a helyet. Szóval azért nem értem. Akkor a sziklántó pedig jó, mondtam, hogy át kell menni, ott valahogy nagyon lesétáltam mellette. Oké. Kirigylem azokat, akiknek az elsőre megy, mert nem ilyen lyukas memóriájú a kutén, és a vizuális meg a megmarad nekik normálisan. Látszólag erre fele kell eljönni. És el mellette. Helyette leesek, csak nem tudom miért. Az a baj, hogy innen valamit nem látunk normálisan, amit kéne, pedig az túlmegy rajta. Jó, és akkor mi van, ha a szikla előtt, az a antenna előtt átugrunk egyenesen? Úgy, mint hogy itt rá lehet ugrani erre, semmi nem tétje az, hogy átugorj. Azon így egyenesen átugrani, a... akkor ott vagyunk a moment. Azon kívül, hogy nagyjából fingunk arról, hogy honnan kéne elugrani, mert nincs vizuális visszajelzés, hogy éppen mit plattyogunk. Megpróbáltuk vele. Éppen így. Majd lepattantam róla. Csak azért is. Jó, ez nem ugrik el odáig. Pont a másik azt szerintem el tud ugrani odáig. Azt szerintem megugorható. Honnan odaugrani. Sőt, azt is állítom, hogy az is megugorható, ami az elején. De azt kimegyünk túl a antennám, majd egyenes, majd egyenes. Mint mondtam, megugorható. Viszont elhamartottam. És dualizálni kéne, hogy azon a ponton, a fölmásom végre a lépben, onnan kéne elugrani. Ha a sziklától. Jó. Azt hittem lepottyanunk. Jó. Oké. A sziklától. Sok mozgásunk nincs, és hülye vagyok, mert pont a szélére másztunk fel. Szél leugrat. Oké. Ez itt megkapaszkodik. És azt miért nem
kapja el. Szerintem bőven megugorható. Úgy, mint ahogy ide föl tud ugrani. Oda is át tudunk ugrani, kérem szépen. Tadá! Látsz itt helikopter. Jó, hát akkor avval a lendülettel kapaszkodjuk a helikopterbe, törjük le az antennáját. Ja, hogy így kapaszkodunk meg, oké. Jó, hát mi is velek vagyunk, úgyhogy nekünk jár a normális helikopter most már. És áthoz ide. Szerintem hamarosan checkpointot fog érni, amit csinálunk. Én úgy gondolom. Na, itt jobbra-balra ugrálni kell, mert át úgy billen. Oké, hát ha ezt ketten vannak, akkor egyszerű. Egyik-egyik, másik-másik ugrik. De úgy látjátok, egyedül is teljesíthető. Egyébként a pályák úgy generálódnak egyes részek, hogyha többen vagytok, akkor mindenkinek kell használva lennie. Oké. És nem tudom lerángatni a sínről, azaz itt a végén a levegőben megállt. Cool. És... az a rész, amit kerestem, jóval korábban volt egyébként, és azt addig nem találtam, mert ott nekem csak simán át kellett ugrálni, míg a Multistop, az Together nyomjátok, amit a játék nevű is adja, akkor úgy van a küldetés. Ennek köszönhetően egy kis változatosság is van benne szerintem, mert azt hittem, hogy mozog a pala. Tehát a... egy multira van kihegyedve, ott a láncot kihasználva tudtok előrébb jutni. Illetve avval tudtok megmenekülni egyes esetekben. És bejöttünk egy raktárba. Nevés, The Warehouse. És még mindig nem értük el a checkpointot. Szomorú. Viszont sok minden van itt leleltározva. Plasztik, műanyag van benne. Nice. A szektor. Vicce. Mint labirintusosat játszik. Az ott piros. A biztonság az első azt. Keep clear, adja tisztán. Nem hagyjuk tisztán. Oké. Okay. Most komolyan mentem egy kör. Vagy ez tök... fészek. Itt már egyéb építőanyagok vannak. Most itt mit csinál. Azt nem mondta, hogy fönn kell parkülök. Irakra ebbe az irányba mutat. Oké, erre. Ó, hogy pukkadj el, mert de legalább látjuk a távot. Jó, hát messzire nem jutottunk, de nem szeretnék odaig visszasétálni. 503. Simán kiplattyogunk. Szóval sunyi módon az is elmegy. Pukkadj meg! Ja, hát gondoltam logikus lesz a lépés annak, hogy itt hogy kell átugrálni. Hogy egymás után össze lehet fűzni őket.
úgy döntött a játék, hogy ennél szivatósabbá válik, úgyhogy... kimozott kivel. Aha, két széle mozog együtt. Oké. Akkor onnan átugrunk oda, és meg kell várni, míg visszajön és egyből ugrani. Mert különben egy ütemet kihagyunk. Oké. Jó, hát eddig megvan. Szépen fárodunk fölfele. Utána elsőn nekem bástya. Oké. Jó az irányítás egyébként, nagyon jó. Billentyűzetről nyomkodott ebbe a pillanatban, ugye bármikor nem látjátok a kiírásokat fent, akkor billentyűzet. És nagyon gyorsan reagál a karakter, ha úgy van. Az reflexből nyomtam az oldalát a tét, meg a részt, és visszamászok. Hova ebben nincsen gond. Azzal, hogy itt lebalpackodom magam, annál inkább van gond. Jó, nézzük akkor itt, miért vannak színek. Aha. Ezzel tudjuk forgatni, de az nem tért jó. Oké. Az ott egy. Vagy messze van tőlünk, vagy bár. Elforgatjuk. Ez legyen nekünk közel. Akkor az ilyen. Ez neked logikai játék. Tehát forra. Én. A tip kiírás egy kicsit adtam. Tehát forra. Ő van a legközelebb? Ahogy látszik. Sárga meg a fönti. A létrához vezetne. A létre ezen oldala kell nekünk, és szerintem ott lesz a checkpoint. Már most az elsődleges kérdés, hogy merre hogyan ugrom. Azt közelebb hozzuk hozzánk. Ki. Akkor nézzünk ki a fejünkből, hogy a közelében nem vagyunk annak, ahol lennünk kéne. Oké. Itt nem veszek észre. Van alattunk egy ilyen túl. Ja, hogy így kéne végig parkörödni. Oké. Még itt meg vissza tudunk menni, hogyha akarunk állítgatni rajta. Oké. Ez így. Nem. Közelem. Én. Na nézzük. Kiáltó viszont te is közelebbként, hogy gyere. És... te is. Mondjuk így. Oké. És ennek fordítva kéne szerintem állni. Oké. Megfordítjuk magunkat. Hú.
gúny. Neked se abba az irányba kéne állni szerintem. Hanem ebbe az irányba. Vagy még arra. Mondjuk így. Te ne tedd. Így. Ha neked meg amúgy. Te nagyon messzire forogtál. Mindjárt leesek már megint. Viszont ha te így vagy, akkor neked viszont ellen kéne forogni. Mindjárt meglássuk, hogy ez így jó-e. Mert így adja magát. Erre fele jövünk. El is adja magát. Ez sem megugorhatatlan. Ez átugorható. Szó szerint. Oké. A vicces játékosok indulnak, hogy ennek a kettőnek köze egymáshoz. Nagyon ide hiába hoztam ezt ki. A létre nem megugorható. És ennek köszönhetően az egész kribi. Minden se tud olyan magasra ugrani, hogy ez jó legyen. Viszont akkor ennek abba az irányba kell állnia, hogy az oda fölmehessünk. Nem baj. Hát forgat. Akkor te meg így vagy jó, mert amúgy elmész. Vagy így. Jó. Csekkoljuk le. Hogy minden meglegyen és kicse meg a mice. Föl, ide föl, ide föl. Ugorható. Ez is. És ennek is annak kéne lennie, nem az. Látszik, hogy jó. Majd közelebb hozzuk. Közelebb csaljuk a dolgokat. Én. De. Ezt itt a park körül.
ez ide, akkor... ide. És elhúna a létre. Oké, már haverunk van itt. És nem vagyunk elég gyorsak. Nicece. Nem baj. Hívtam benne, hogy ott elég gyorsak leszünk ahhoz, hogy átugorjunk, de... ezek szerint a játék úgy döntött, hogy nem. Ez hogy lehetett elbaszni? Simán lefejeltem a tetejét. Túlugrom. Megint csak a kapkodás. Na jó. Ebből is melléugrottam. Most átváltottam a kontrollerre. Úgy látom, mint a kontrollerre nem lenne hajlandó olyan nagyot ugrani. Na, de van útvonalunk. Éppen még lattyogunk. Majdnem leestünk. A majdnemen van a hangsúly. Oké. Az útvonalat már megoldottuk, úgyhogy azzal nincsen gond. Viszont a létre az... hivatos. Jó. Ezerrel átgyorsulunk. Ott várunk. Még tovább jövünk. Ó, oh, és a karton doboz rengetegbe jutottunk, kérem szépen. De ott vannak megint ilyen golyós játékok. Látszik, a küldetések ismerik önmagukat. Majdnem beestem. Két fáklyás menet. Oké. Azért megijedtem, hogy nincs mire tovább menni. Oké, a raklap gyurikák, jók és euró raklapok. Bár Amerikában vagyunk, nem csak nem euró. De bár... nem baj. Már lassan kellett elkinéltük a checkpointot. Oké. Oké. Konténer ugrálás, simaliba. Erre. A marra. Oké. Azon a magasságon vagyunk, ahol már adnia kéne magát a checkpointnak. De Harbor. A kamionat feladta a harcot. Targoncák. Én. Raktárban nézzük be még. Itt sincs semmi. 1600. Egy 47 méteren vagyunk.
Fölhívja a figyelmet arra, hogy vigyel gift targonca. Port. Jó nagy dög. Balra tovább kell mennünk. Hamarra. Gondebá. Hogy... Ez az útvonalunk. Tippem alapján. Oké. Lemegy és egyenes platformok maradnak. Ebben annyi gond. Hát, hogy most miért ugrottam, ne kérdezzétek. Szerintem átjön ide. És Salem Quitta ment. Úgyhogy eljutottunk 1647 méterig. Ez a rész most ennyi. Több mint két óra nyersanyag, ez szerintem vágva bő másfél óra lesz. Remélem tetszett. Gondoljátok, ti is próbáljátok egyébként a játékot, ha van rá módotok, mert szerintem jó pofa. És egyedül is vihető. Ez többes, több haverrel együtt szerintem még tipikus összevetős játék. Sokan, nem szinte az összes komment arról szól a screenen, hogy mikor elkezdtem a játékot, akkor volt egy barátnőm, három haverom, életem, szabadidőm, fél év alatt, vagy két-három óra alatt elvesztettem három barátot, meg feleséget, meg minden szar, szóval tipikus egymásra keni magát ilyenkor az ember, hogy te miattad estünk le, mert te nem ugrottál, vagy hova ugrasz ilyen gyorsan, nem megfontoltam, és a többi, és a többi. Ettől függetlenül ez egy ilyen solo game-ben sem rossz, de szerintem vicces, jópofa. Remélem tetszett, akkor találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!